De úgy gondolom, hogy az mindenképpen szerepet játszik ebben, hogy egy olyan vidéken születtem, Gyergyószent Miklóson, ami eleve természeti környezetben van, közel van a természethez. Gyerekkoromban nagyszüleim hordoztak gombászni, erdőt járni, síelni jártam folyamatosan. De aztán, ha ugrunk egyet az időben, és megpróbáljuk megfejteni azt, hogy mi hozott össze engem a földrajz szakkal, azt talán a gimnázium időszakra vezethető vissza. A Monoron végeztem a gimnáziumot, a József Attila Gimibe, ahol Kis Attila tanár úr, földrajz tanárunk minden nyáron egy földrajz tematikájú tábort szervezett abban az időben, amikor én oda jártam, akkor az Alpok különböző területeire. Én részt vettem ezekben a táborokban, nagyon élveztem őket, és szerintem az volt az a pillanat, vagy ezek a táborok voltak, amelyek arra ösztökéltek, hogy mint pálya ezt választom. Ennek érdekében elindultam a földrajz OKTV-n is, és sikeres eredménynek köszönhetően aztán be is jutottam felvételi nélkül az egyetembe. Az volt a csúcspont a karrierbe. Valaha volt bennem ambíció arra, hogy középiskolában is tanítsak. Valahogy általános iskola az mindig úgy nem volt reális számomra. Aztán egy idő után, mivel Gyergyószent Miklósra készültem haza mindig, és ott van a Kolozsvár Egyetemnek egy kihelyezett földrajz, turisztikai földrajz szaka, ezért gondoltam arra, hogy talán ott a főiskolán lehetne jövőm, aztán az élet valahogy máshogy alakította a dolgokat.